egykori tévésorozat alkotói talán megbocsátják nekem, hogy kölcsönvettem a sikeres gyermekfilm címét, de ez a meghatározás tökéletesen illik forgatási helyszínünkre, a Csingerrölgyben található Bányászati Múzeumra is, ahol képet kaphatunk a hazai bányászkodás, elsősorban a szénbányászat múltjáról. Az Öreg Bánya Titkai című sorozatunk harmadik részében kicsit közelebbről is megismerkedhetünk Szunyog Gáborral, a jelenleg zárva tartó Magyar Műszaki Múzeum egykori munkatársával, aki nyugdíjasként is a bányászkodás lassan megkopó ügyét szolgálja, de fiatalokat is meghazudtoló energiával. A múltjába ne kezdjünk bele, mert annyi tudományos munkát végzett, és annyi gyakorlati munkát is, meg felderítő munkát is, amit hallottam, hogy az egy külön műsort igényel. Igen, ez elterelni a figyelmet. Ilyet, a jelenlegi feladatáról. Mi szél hozta ide a Ajkára, a Bányászati Múzeumba? Hát a teljesen véletlen révén kerültem ide, ugyanis a Horváth Karcsi, aki ugye a vezetője most, a műszaki vezetője a múzeumnak, tankörtársam volt, és minden évben szoktunk találkozni, összejövünk a volt évfolyamtársak, és szót követett, és hát már ő is régen nyugdíjban van, a magam is ugye már 70 évben sek elmúltunk, és szóba került, hogy hát ő lett a Ajkai Múzeumnak a műszaki vezetője. Hú, hát mondom, ez nagyon érdekes, mesél róla. És akkor elmondta, hogy hát tényleg mennyi mindent csináltak, hogyan fejlesztik, de hát kérdezi, milyen problémáik vannak. Nem is kérdeztem, talán maga mesélte, hogy hát hol van még szűk keresztmetszet, és amikor ezeket föltárt előttem, akkor eszembe jutott, hogy gyakorlatilag ami neki hiányzik, azt én 13 éven keresztül az Országos Műszaki Múzeumban, mint főmúzeológus végeztem. Manuálisan is? Tehát effekt, nem csak elméleti munka volt? Kifejezetten manuálisan, úgyhogy az elméleti munka az megmaradt az egyetemi munkáimhoz, az egyetemi tanári pályámhoz, ott írtam a szakcikkeimet, és a múzeumban pedig hát volt némi elmélete, de leginkább ilyen ruhába, vagy még piszkosabb ruhába, 130 gyönyörű gépünk volt a Műszaki Múzeumban, és amit ott csináltam, majd pár szót szólok róla, persze, azt elmondtam a Karcsinak, ő meg megörült neki, hogy hát na ez kellene ide is. Univerzális szakember, igaz? Hát mondjuk szeretek sok mindent csinálni. Az, hogy a mérnöki pálya, főképpen a bányagépész és a bányavillamos mérnöki pálya ilyen szempontból különösen szerencsés, mert mi olyan üzemeltető mérnököknek készültünk az egyetemen, ami nagyon sok területre kellett, hogy az érdeklődésünket meg az ismeretünket kibővítse. És hát ezért itt is labdába tudtam rúgni. De a lényeg az, hogy felajánlottam a Karcsinak a segítségemet, aki örömmel fogadta, és hát tulajdonképpen ezért vagyok most itt, és ezt próbálom kialakítani. Ez teljesen társadalmi munkában önszántából teszi. Abszolút. Abszolút társadalmi munkában. Tehát lelkesedésből mondjuk így. Teljes mértékben lelkesedésből. Kicsikét pótcselekvés is számomra, ugyanis amit a Országos Műszaki Múzeumban megcsináltam, tehát egy nagyon nemzetközi hírű gépcsarnok lett, majd pár szót esetleg persze, róla. Persze. Azt ami után egyesítették a közlekedési múzeummal, bezárták. Tehát első dolga volt a közlekedési múzeumnak, hogy egy 140-150 ezres évi látogatottságú múzeum mellett egy évi 20 ezres látogatottságú speciális múzeum nem volt érdekes, úgyhogy először csak mi lettünk a tanya, aztán bezárták, és most egy közlekedési múzeum is le van bontva, úgyhogy gyakorlatilag az én gyűjteményem, amely nem csak szépség, hanem oktatás szempontjából nagyon jó volt, az becsukott. De most jobb sorsára vár, fogalmazzunk így, ugye, mert nem semmisült meg. Nem se, hálásan minden ugyanúgy megvan, nem régen bementem, tehát ahogy egy Csipke Rózsika történetében volt, hogy a szakás pofon ütötte a kuktát, és úgy maradt 100 évig, ahogy én az utolsó csavart meghúztam a gépen, pontosan ugyanúgy van most is, tehát a jövő még nyitott, de nekem ugye fájta egy kicsikét, hogy ami ott igen nagy sikerrel működött, azt hát most nem használja. És ezért nekem nagyon jól jött a Karcsinak a felajánlása, hogy hát itt kibonthatom ezeket a gondolataimat. Most a Műszaki Múzeum az virágkorában milyen szolgáltatásokat nyújtott, vagy milyen látvány nyújtott, kérte, hogy emlékezzünk meg róla egy kicsit, hát akkor kérem, hogy emlékezzünk. A dolognak a háttere az volt, hogy amikor oda kerültem 2005-ben, akkor az egyik raktára, ami a úgynevezett erőgép raktár volt,
teljes rendetlenségben volt. Tehát szemét volt, mindenféle gépek, nem gépek, könyvek, szekrények egymás hegyen hátára dobálva, de én megláttam a gépek alatt, vagy a romok alatt a csodálatos 100-150 éves gépeket. Fantasztikus masinák voltak, és akkor először javasoltam, hogy ki kéne takarni. Hát azt nem lehet. Olyannyira nem lehet, hogy az igazgató helyettes fogadott velem, hogy amit én akarok, azt lehetetlen megcsinálni. Tisztesség legyen mondva, mikor elkészült, akkor azért visszavonta ezt a fogadást, vagy én megnyertem hát a fogadást. A dolog, és mindenki ellene volt, mert valahogy a múzeumokban sokszor a hagyományos verkli az annyira beidegződik, hogy egy új gondolatot nem akarnak megvalósítani. És az új gondolat az volt, hogy csináljunk rendet. Na, egy kicsit ugye üti egymást, új gondot meg a múzeum, mert a múlt és a jövő. Hát igen. Nekem olyan szempontból nagy szerencsém volt, hogy nem vagyok múzeológus, nincs múzeológusi végzettségem, hanem mérnöki. Mérnök vagyok, mérnöki. Erre mondják, gyakorlat. Hogy újseprő, jó söpör. Abszolút így volt. És szerencsére az igazgatónőnk, a Kócz Jánné Szentpéter Erzsébet, akkor került a múzeum élére, ő ezt átlátta. Ő ugye múzeológus volt, de nekem szabad kezet adott. Olyannyira, hogy fölvehettem a Bánki Főiskoláról, ahol félállásban tanítottam egy hallgatót, és gyakorlatilag ketten egy év alatt nem csak hogy kitakarítottuk, hanem a 150 gépet úgy állítottuk be, hogy hát tematikusan is, de az a kevésbé érdekes, hanem hogy a közönség használhassa. Na most a lényeg az, amit itt is meg akarok valósítani, hogy a múzeumokban a mindent a szemnek semmit a kéznek elvérvényesül, én meg azt mondtam, hát egy ilyen géphez bárki hozzányúlhat, nem lehet tönkretenni, hiszen a föld alatt ezek nehéz bányagépek, és ott nekem kritikus körülmények között is lehetett használni őket. Ott meg 10 tonnás masinák. Óvodás nem fogja tönkretenni. Hát így van, nem lehet tönkretenni. Tehát én is tetszik látni, itt kalapáccsal tükörlöm, és az csak javítja a gépet. Igen. És az volt a lényeg, hogy meg is hirdettem, hogy mindent meg lehet forgatni, úgy is állítottuk össze, sőt, írtam hozzá mindegyik géphez egy leírást, nem az, hogy működik, hanem egy kérdéssort. Meghirdettem Sherlock Holmes a Mobileumban, a Mobileum nevet adtunk ennek a gépcsarnoknak. Ugye Sherlock Holmesnak volt a dolga, hogy a detektív módjára kiderítse, hogy mi micsoda, és hát a kérdés úgy szólt, hogy itt van ez a gép. Amúgy a gép 5 tonnás volt, a motor, benzinmotor volt, teljesítménye 5 lóerő. 5 tonna mellett 5 nem lóerő sok. Volt, de semmi nem hasonlított. Mint egy Danubia motorkerék. Mint egy Danubia, pontosan. De semmi nem hasonlított a mai gépekre rá, és a kérdés úgy szólt, hogy hol van a porlasztó? Hol került be az üzemanyag? Hogy határozták meg a sebességét? Ezeket a kérdéseket feltettem, és akkor a közönségnek ott kellett forgatni a gépeket, tanulmányozni, kitalálni. Na hát ez már nagyon sikeres volt, de hát ami a legsikeresebb volt, és amit szintén itt meg akarok valósítani, az az úgynevezett kismérnök képző. Hoppá! A gyerekek számára általában egy ilyen masina nem jelent többet, mint egy játszóház, ahova föl lehet mászni, igen. És meg lehet mozgatni csatornát. Az is jó, de abból nem tanulnak semmit. És következőt fundáltam ki, hogy iskolás csoportok jöttek szép számmal. Képzeljük, mindenki kapott egy kis munkaköpeny, gyerek sisakot a fejére, sublert, rajztáblát a kezébe, mérőeszközöket. Beöltözött mérnöknek. Beöltözött mérnöknek. És az volt a keret történet, hogy képzeljük el, hogy ti mérnök tanoncok vagytok, dolgoztok a mérnök, mert én voltam a mérnök, vagy éppen a műzón pedagógus, hogyha nem, én nem voltam ott. És a probléma az, hogy egy gépnek eltört a tengelye. A TMK műhelyben meg kell javítani, de ahhoz, hogy meg tudják csinálni, kell egy rajzóla. Csináljátok meg. És volt, aki fogaskereket rajzolt, volt, aki tengelyt, volt, aki egy szelepet, ki milyen alkatrészt. De gondolom nem axonometrikus, hanem ahogy nem, addig tanult a rajzolást. Proci műszaki rajzszavajá, hiszen műszaki. Mindenki kapott A4-es. Hát kitörések, metszetek, hát nézetek voltak. A nézet és metszet az volt, ugyanis az egész azzal kezdődött, hogy egy olyan félórás tájékoztatót adtam. Először a mérnökik munkájáról, és utána pedig a műszaki rajznak olyan elemeiről, hogy középvonalat hogy húzzuk meg, mi a vastag vonal, mi a vékony vonal, mi a nézet, mi a metszet. Ezt hogy fél óra alatt gyerekszinten el tudtam mondani, és akkor, hát mit tudom, volt 30 gyereke, 15 csoport, és akkor megmondtam, na akkor te menjél el a Niva motor alá, te menjél el a másik gépbe, a gőzgéphez, rajzold meg a gőzgépnek a kerekét, mert ott az elrepet. És akkor 2 órán keresztül a gyerekek mást is jelent, bebújtak a gép alá, méricskértek, rajzoltak. Én meg jártam közöttük, és, vagy hát akit betanítottam magam helyett, és akkor, na ez itten jó, ez itt javítani kell. A végén
ugye a szövegmező van olyan ellenőrizte nevezhető ilyen kis rubrika, oda beírtam az ellenőrzést, és a végén mindenki kapott a joglevelet, hogy a Műszaki Múzeum Kismérde, és igaz, a nagyapámnak a 1904-es műegyetemi diplomáját azt átalakítottam úgy, hogy rajta Országos Műszaki Múzeum kismérnöke XY részére, és igaz volt a dr. Szúnyog Gábor, oktató, vagy milyen beosztású. Óriási siker volt, és ezt akarom itt megvalósítani. Gondolom, ez sokuknak elég volt, bár nincs róla visszajelzése, hogy ebbe az irányba orientálódjanak, tehát a pályaválasztásnál is ez már szerintem meghatározó lehet. Valószínű, hogy lehet. Nem tudom ilyen szempontból a visszajelzéseket. Néha apróságokon múlik ám. Egy gyerekkori élmény nagyon meghatározó lehet. Hát én magam is azért lettem mérnök. Ugye? Mert csábítottak ezek a gépek, nagyapám volt gépészmérnök, és nem a családi örökség miatt, hanem mert tényleg felkeltett az érdeklődésemet a gépek iránt. De, és akkor itt is van hasonlót szeretne megvalósítani? Na most az igazság, hogy itt már meg is csináltam. Vagy itt még messze van tőle, vagy más kezdődik? Nem, gyakorlatilag már kezdődik. Hát most lesz ugye 2 hét van a múzeumok éjszakája, ott már bevetem ezt a programot, illetőleg az időjárástól függően, vagy ezt a kismérnökképzőt, már megcsináltam az oklevelet hozzá, ott van, hogy a Karcsi is, meg én is aláírjuk majd, ugye a oktató, meg a múzeumnak a vezetője név alatt, és akkor már kiválasztottam, melyek azok a tárgyak, amiket itt lehet majd megrajzolni, de nem biztos, hogy ez lesz most a múzeum éjszakáján bevetve, mert úgy hirdettem meg, hogy játékos ismerkedés a gépekkel. És most otthon a saját barkácsműhelyembe több gépet előállítottam már, amik ezekkel megegyeznek. Ott van például hátul a úgynevezett scraper. Igen. Most éppen nem látjuk a F6 gép mögött. Na, egy rendkívül érdekes fogaskerék mechanizmusa van. De sajnos azt nem lehet látni, mert bent van a szerkezetben. Sőt, azt nem is tudjuk úgy megbontani, hogy később a közönség láthassa. Erre fogtam magam, visszaidéztem a régi fogaskerék tanulmányaimat, most már legyártattam egy lézeres vágó segítségével 8 darab fogaskereket, már majdnem készen van, úgyhogy azt fogom ide elhozni, és a gyerekek, ők fogják összerakni az alkatrészekből magát a scrapernek. Hát egy ekkora masina lesz, fából van ugyan, és ugyanúgy fog működni, mint az, és remélem, hogy azzal fognak majd játszani. Akkor az Akna szállítógéphez is készítettem egy berendezést, ott meg kötélhúzást tervezek. A kérdés ugye az mindenkiben fölmerül, hogy ott van az a vékony kötél, hogy kötik rá úgy az alkast, a liftet, a szállítóberendezést, hogy le ne szakadjon, hogy ki ne csúszson ez a vastag drótkötél a fogásba. Igen. És hát erre van egy nagyon speciális bányászati berendezés, egy különleges kötélszív, aminek az érdekessége, hogy a kötelet belehúzzuk teljesen lazán, tehát semmi szorítás nincs, de mikor megterhelődik a kötél, tehát ráterhelődik a súly, akkor úgy megfeszül, hogy nem lehet megmozdítani. Na ezt is megcsináltam. Ez olyan, mint egy tengerész csomó. Fizikai jel, csak a kivitele az más. Nyilván, de speciális. Az el. Na most ezt megcsináltam plexiből, már ki is próbáltam otthon, és az a szándékom, hogy itt majd kötélhúzást csinálok a gyerekekkel, hogy belefűzik, kihúzzák, és látják, hogy gyakorlatban, hogy rögzít, megfeszítik, és akkor majd remélem, hogy 5-6 gyerek erre, 5-6 gyerek arra húzza, és én nem fogsz szétlenni. Igen. Tehát most igazából ilyesmiket tervezek. És mik a rövid távú tervei? Látom itt most ezt a rakodógépet, ha jól Igen. Itt a rövid távú terv a következő, hogy a múlt alkalommal, amikor itt voltam, végig fényképeztem az összes gépet, és csináltam egy tervet, Karcsinak át is adtam, arról, hogy melyik gépet lehet mozgathatóvá tenni. Az egyik, hogy mozgathatóvá tenni úgy, hogy szakmai szempontból érdekes legyen. Hát tegnap csináltuk meg ott a nagy menekítő vitlának a gépét. Most pedig, amit itt dolgoztok, annak az a lényege, hogy a gyerekek tudjanak valamit zörögni, csattogtatni. Igen. Tehát, mutassa csak meg nyugodtan. Azt mondja, hogy egy teljesen be volt sülve ez a kar itten, amit ennyit lehetett mozgatni. Most viszont mindegyik kar... Ezek különböző funkciókat jelentenek. És akkor ide egy kis táblát fogok csinálni, hogy a baloldali karral emelem a rakodókanalat, a középsővel a bal lánctalpat, a harmadikkal a jobb lánctalpat, ahogy azt a gépkönyvből ki fogom olvasni, azt szerepel. És maga a gyerek ide be tud ülni, és akkor itt játszhat, órákig csatogtat, hogy én magam is így voltam, amikor a budai várba volt kitéve két öreg török ágyú,
és máshogy csináltam a bátyámmal, mint egy dolgot lehetett tekerni, és órákig ezt csináltam. Abból indultam ki. Lehet, hogy a mai gyerekek is élveznék ennek a csatlakozását. Hát még ha egy szimulátor lenne belőle, tehát egy képernyőn látnák, hogy na akkor mi történne, ha ezt meghúzzák, hát, de ez már azért messzire vezetne. Hát igen, nyilván a távolati tervben szerepel. Uh-huh. Én meg hát amit a... Tehát itt egy repülőgépnél, hogy jobbra fordul, balra fordul, és látja az hát, ember. Hát végül is az lenne igazi, és annál is inkább, mert ugye ilyen szimulátorok vannak, de bányászati téma az nem szerepel bennük. Tehát ez egy óriási lenne valóban, hogy itt meghúzza a kart, és akkor látja, hogy omlik, vagy rakódik rá a szén. Igen, hát ennél az ön lelkesedését itt bármi is lehet ebben a bányászati múzeumban. Mennyi idő tud erre rászállni? Mert nyilván, ha a Károlyt kérdezik, azt mondja, hogy telepedjen itt le, és tegye a dolgát, amit csak tudja, de hát mondom, más dolga is. Az az igazság, hogy most hála Istennek nagyon jó a vonat közlekedés Budapest és Vajka között. 2 óra alatt el lehet ide jönni. Igen. Tehát eljövök ide reggel, napközben, bár ma éjszaka éppen a Karcsiéknál aludtam, és hát így 2 napon tudtunk dolgozni. Valószínűleg máskor is lesz így, hogy náluk leszek szálló vendég, de hát alapvetően az elképzelésem az, hogy Pestről eljövök, végzem a munkámat, és hát este hazautazok. Ameddig bírja? De ameddig ideje engedi? Hát, végül is nyugdíjas vagyok. Már pár éve abba hagytam az nyugdíjasnak semmire sincs ideje. Hát most ez a fontos. Ez a fontos. Gyakorlatilag ez a hobbim, van otthon egy nagyon jó barkás műhelyem. Hát gondolom, hogy lézeres vágója is van, tehát nem egy ilyen reszelő, satugépes izét. Mindennel föl vagyok szerelve. Kora gyerekkoromtól kezdve szerettem barkácsolni, úgyhogy amikor tudományos munkát még most is végzek, megírok egy cikket, utána alig várom, hogy mehessek ki a műhelybe is akaratlan. Kettő kiegészíti egymást. Úgy hallottam, hogy a barlangászatban is elég szép eredményeket mutatott fel. Hát a barlangot emlegette Károly, hogy annak a felmérése szinte az ön munkásságának köszönhető. Így van. Azt csak 25 éve csinálom. Csak 25 éve? 25 éve. Kezdetben a békebarlangot térképeztem, még a 89 és 95 között. Érdekessége volt, hogy idáig érő 6 fokos vízbe kellett gázolni, és hát, ezt csináltuk a 100 napon keresztül, tehát 100 föld alatti műszakkal, és elkészült, na ebből nekem elegem volt most már. Reumát nem kapott közül, vagy valami? Nem, mert jó melegen felöltöztünk, ja, és a hideg vízellen pedig gumiruhával védekeztünk. Aha, igen. De amikor elkészültem, akkor a barlangtani intézet vezetője mondja, hát most akkor jön a barlang. Hogy jönne már? A békebarlang az 6 km, a baradla az 25 km. Bemelegítésnek nem volt hozzá béke. Nem baj, legalább az első részed, a jósafői részt, ahol a rövid túra van, annyit csináljam, hogy mégis lássa a közönség, hogy milyen egy jó térkép. Mert ez a jó térkép ez olyan, hogy mindent fölrajzolok rajta. Úgynevezett egy a százas méretarányban dolgozok, tehát a térképen 1 cm, a valóságban 1 méternek felel meg, és ha finoman rajzol az ember, hát miért, akkor azért lehet látni. Igen. Tehát minden cseppkő, jobb fácán, bal fácán, ezt szokták elsütni. 40 éve vagy 50 éve jártam. Ha most is megvan még, hát az pár millió éve. Így van, pontosan. Elketjék meg ezek a fácánok. Úgyhogy először 1 km térképeztem, utána aztán, hát ilyen jó térkép van, a többi milyen újság, hát muszáj a többit ezt csinálni. Úgyhogy évről évre mindig egy-egy kilométerre föltérképeztem. Hát most az összes olyan részlet föltérképeztem, ahol egyáltalán turisták vagy nem extrém barlangászok előfordulhatnak. Tehát az a kis 150 darab A1-es lapon helyezkedik el a térkép. És 2 év múlva lesz a barlang felfedezésének 200. évfordulója. És ez kézzel rajzolva? Abszolút. Vittem egy 3 lábú rajzasztalt, és akkor általában egy olyan 1 óra alatt egy ilyen 5x5 méteres területet finomodott le tudtam rajzolni. Utána azt beszkenneltük, a szkennelés pedig korádóval átrajzoltuk úgy, hogy nyomtatásra készüljön. És ha minden igaz, 2 év múlva egy atlaszban megjelenik majd. Isten adja, hogy sikerüljön, mert ez gondolom óriási hézakpótló munka lesz, és nagyon sok embert fog érdekelni. Már most is használják, hála Istennek, mert ugye kiadtam a részenként. Igen, részenként. Igen.